A járványhelyzet miatt csak szűk körben tudták megtartani szerdán az új inkubátorház átadóját. Nagykáló bízik a vállalkozásokban, noha az ipari parkja kezdetben nehezen települt be, azóta felgyorsult ez a folyamat. Az inkubátorháznak a felépítése úgymond egy második nagy lépést jelent Nagykálóban. Reméljük, hogy ezt további lépések fogják követni. Jelesül be fog települni a nagykálói inkubátorház, és az ipartelepítés részeként az ipari parkban is az üzemek be fognak indulni, ami több száz új munkahelyet fog jelenteni. Az inkubátorházban már zajlik a termelés, térköveket gyárt az egyik helyi vállalkozás. Ezen kívül már két nyíregyházi érdeklődője is van az új létesítménynek. A város szempontjából ez a legnagyobb érték, mert olyan adózók jönnek a városba, akik eddig máshol folytatták ezt a tevékenységet. Arról nem beszélve, hogy nyilván, ha bővülni akarnak, újulni akarnak, akkor előbb-utóbb a nagykálói munkavállalókat is igénybe fogják venni, és új munkahelyeket valósítanak meg. Ugye ez mind a kettő létező cégről van szó, ugye nem újonnan alakuló, bár arra is nyitottak vagyunk. Van, ugye ez elsősorban ipari, asztalos és fémipari tevékenységekről van szó, de emellett ugye nyitva vagyunk, vannak érdeklődők mezőgazdasági vonalról is. A betelepülő vállalkozásoknak az első és második évben kedvezményt biztosítanak a bérleti díjból és a közös költségből, ezzel is segítve elindulásukat. Az 1600 négyzetméteres épület együttes 4 üzem és egy logisztikai csarnokot, 3 irodát, valamint egy tárgyalótermet is magában foglal. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tárcavezető helyettese szerint a beruházás a jövő munkahelyeiről szól, hiszen azzal is foglalkozni kell a pandémia idején, hogy hogyan készülünk fel a vírus utáni időszakra. Az ország jelene és jövője szempontjából pedig ebben kulcsfontossága van az innovációnak. Az elmúlt hónapokban láthattuk, hogy nem csak az egészségügy vagy a gyógyszeripar területén van nagy szükség a gyors megújulásra és a fejlesztésnek a képességére, hanem valójában a gazdaság minden területén, minden ágazatában. Az inkubátorház 660 millió forintos topos forrásból valósulhatott meg, amelyhez az önkormányzatnak 30 milliót kellett hozzátennie. Arra, hogy az ilyen beruházások a jövőben is megvalósulhassanak, a következő 7 éves Európai Uniós ciklus forrásai adnak lehetőséget. Már folyamatban van a fejlesztési program kidolgozása, amely március végére készülhet el. Az első pályázatok azonban már a jövő évelején megjelenhetnek. A folytatásban is nagyjából ugyanazzal a program struktúrával számolnak, mint az eddigi időszakban. Az összes rendelkezésünkre álló uniós program, mármint Magyarország rendelkezésre álló uniós program 20%-a az a leendő top 2, vagy már teljes nevén versenyképes Magyarországért operatív program rendelkezésére fog állni. Nagyjából ez összegszerűen is annyit jelent, mint az elmúlt 7 évben, a pontos számot még nem ismerjük. Ez Nyíregyházzal együtt majd 150 milliárd forintos megyei fejlesztés volt. Mint az eseményen elhangzott, noha a nagykállói a járás eddigi egyetlen inkubátorháza, a folytatásban több más településen is szeretnének létrehozni ilyet.